Köszöntöm a Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub vendégeit a soron következő sportfórumunkon, illetve a Városi Televízió nézőit is, és mielőtt a fórumunkat elkezdenénk egy pár szóra, hadd adjam át a mikrofont Varga Dezsőnek, aki egy közérdekű bejelentéssel szeretne önökhöz fordulni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tévénézők! Egy olyan pécsi értékre szeretném a figyelmet felhívni, amely egyedülálló, azt hiszem, az országban is, és nemzetközileg is. A nemzetközi hírű múltszázadi pécsi Angster orgonagyár első orgonája a pécsi zsinagógában készült el 1869-ben. A nemzetközi hírű orgona szerkezete mára már szétesőben van, az ipari műemléket mindenképpen meg kell mentenünk. Éppen ezért egy kuratórium és egy alapítvány jött létre, amelynek tiszteletbeli elnöke Angster József, az utolsó Angster család és orgonagyár tagja, a társadalmi elnöke pedig dr. Szili Katalin, az országgyűlés alelnöke. A szakemberekkel megtárgyalva szeretnénk a segítségét kérni mindenkinek, aki szereti a helytörténeti értékeket, aki szereti a zenét. Mivel enélkül Pécs város hangverseny élete torzó lenne. Szeretném megkérni mindenkit, hogy a Angster orgonagyár egy becses termékét, a numero 1-es orgonának a felépítéséhez, az anyagi erejéhez mérten járuljon hozzá, ezen számlaszám keretében, amely a sajtóban meg fog jelenni. Köszönöm az adakozásukat, és szeretnénk azt, hogy azt a mindegy 10 millió forintot, amely ez a hangverseny élménnyel gyarapodjon a következő évek folyamán. Köszönöm szépen a figyelmet, és várjuk az önök adakozását. Kedves nézőink, kedves közönségünk, hadd mutassam be akkor az asztalnál ülő vendégeket. Jobb oldalon legszélen Nagy Zoltán, a Matáv Pécs férfi NB1-es kosárlabda csapatának vezetőedzője, illetve hogy pontosan most mi a státusz, ez majd ki fog derülni a műsor során. Füzesi Ferenc, a Vétabak Pécsi KK NB1-es férfi kézilabda csapatának vezetőedzője. Füzi Ákos, a Mizó Pécsi VSK bajnok és kupagyőztes női kosárlabda csapatának edzője. Pázvándi Zsolt, a legmagasabb labdarúgó osztályban szereplő PMFC ügyvezetője, és Toma Árpád ugyanennek a labdarúgó csapatnak az edzője. Rögtön azzal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy ez a szezon mindegyik egyesület, mindegyik csapat szempontjából egy különleges szezonnak volt mondható, mind pénzügyileg, mind hát szakmailag is, hiszen olyan eredményeket értek el, illetve olyan helyzetbe kerültek, amiben sportba elég ritkán kerül a normálisan működő csapat, illetve hát az a csapat, amelyik a tervei szerint tud dolgozni. Mennyiben lehetett irányítani ezeket az eseményeket a kispadról, és mennyire hatottak ezek az események a kispadon végzett munkára, kérdezném, hogyha kezdjük talán Nagy Zoltánnal. Szeretettel köszöntöm a itt jelenlévőket és a kedves nézőket egyaránt. Tulajdonképpen az egész szezonnak a veszőfutása mellett én mégis azzal kezdeném, hogy egy szerencsés szituációba kerülve, Németországból hazatérve a tavalyi eredmény alapján egy élcsapathoz kerülhettem, és párhuzamosan felkértek, hogy dolgozzam a válogatott mellett. Tehát egy iridlésre méltó helyzetben kezdhettem az idei szezonnak, azt gondolva, hogy az élcsapat tovább fokozza a sikereit, és hódít úgymond Pécsen tovább a férfi kosárlabda, és az eredményességet tekintve
talán a dobogó legfelső fokát is elérheti. Sajnos a szezon közben derült ki, hogy ez egy korántsem élt csapat, hiszen sem a feltételek, sem a háttér nem biztosított ahhoz, hogy egy edző tervszerűen és a jövőt szem előtt tartva dolgozhasson. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a szezon nem arról szólt, hogy hogy lehet előrelépkedni, hanem inkább arról, hogy tulajdonképpen a múlt rossz döntéseinek és felelőtlen döntéseinek során egy olyan szituációba került, amely az idei szezont egyértelműen megpecsételte, vagyis egy visszafordíthatatlan folyamat eredményeképp úgy tűnik a legfrissebb információ szerint, hogy teljesen reménytelen az A csoportban való indulásunk. Üdvözlő Ferenc! Jó estét kívánok én is! Hát még ellentétben a férfi kosárlabdával pont a fordítottja volt, ugye mi a nulláról kezdtük a múlt nyáron, és egy fokozatos fejlődésen estünk át, mint a játékban, mint pedig a sportnak az anyagi oldalán, hiszen menet közben jelent meg a szponzorunk, a Vétabak RT, és egy viszonylagos anyagi biztonságot tudott biztosítani a klubnak. A játékban a történő fejlődés pedig a játékosoknak a folyamatos edzése és a folyamatos fejlődése, és hát az életkoruknak a természetes változása miatt következett be, hiszen ez az én csapatom egy nagyon fiatal csapat, ahol a játékosok, ahogyha az ember gyakorlatilag nagy hibákat nem követ el, akkor a fejlődés az folyamatos és fokozatos. Jó estét kívánok, ez itt helyet foglalóknak és a tévénézőknek is. Hát nálunk következőképpen nézett ki a dolog. A PVSK négykosabda szakosztályon évek óta elég folyamatos, szisztematikus munka folyik, mint szakmai, mint pénzügyi vonalon. És hál' Isten a kisebb nehézségeket mindig sikerült átvészelni. Itt november-december környékén történt ez a sajnálatos mindú esemény sorozat, ami akkor egy kicsit megingatta a költségvetésünket, de mivel a szakosztályunk több lábon áll, ezért sikerült áthidalni ezt a nehéz periódust, és az a faramúci helyzet állt elő azóta, hogy a felszámlás alatt lévő Mizó cég a mai napig támogatja szakosztályunkat. A felszámló biztos és a Mizó cég közötti tárgyalás sorozatok odáig jutottak, hogy a Mizó cég kötelezve van arra a szerződésére, amit a tavalyi évben köttetett, és még két évig érvényben van, mondván, hogy a női szakosztály annyira pozitív reklámot képvisel, hogy ez a nehéz helyzetben levő céget jobb színbe tudja feltüntetni. A pénzügyeink azóta rendeződtek, kapjuk a Mizótól is a szerződés szerinti összegeket, úgyhogy ilyen szempontból rendben van a szakosztály. Az év elején voltak problémáink, nem láttuk, hogy 30-0 fogjuk befejezni a bajnokságot, hisz kicserélődött a csapat, de szerencsés igazolások és a jó munka meghozta a gyümölcsét, és megnyertük veretlen a bajnokságot, Magyar Kupát, és ott voltunk Euroligában a legjobb 8 között, egy hajszál választott el a 4 közéjutástól, és így nagyon elégedettek lehetünk, mint szakmai, mint pénzügyi téren ebbe az évben. Jó estét kívánok én is mindenkinek. Hát nálunk se volt egyszerű ez az év, nem telett el eseménytelenül. Az előző év az ősz kezdetén ugye még NB1-ben, tehát a jelenlegi második vonalban indult a csapat, és abban reménnyel futottunk neki, hogy egy jó társaságot tudjunk összehozni, akinek egy-két éven belül sikerül majd a legmagasabb osztályba feljutni. A téli átigazolási időszak végére, vagyis hát pontosabban február 15-ére sikerült a gázszerrel egy megegyezés, amit elég sokan fanyalogva, de most már talán mindenki belátja azt, hogy nem volt egy rossz húzás, vagy rossz üzleti manőver. Föl tudtuk a csapatot juttatni a legmagasabb osztályba, aminek eredményeképpen most ugye a PMB 8. helyén áll a csapat egy fordulóval a vége előtt. Mi nem tudunk ilyen eredményeket elmondani mondjuk magunkról, mint a kosárlabdások, hogy veretlenül nyertük meg a bajnokságot, nem is fogjuk megérni a bajnokságot, de úgy érzem,
méltóképpen helyt álltunk a tavaszi szereplésünk során is, és bebizonyítottuk, hogy ebbe a mai labdarúgásba jó és felkészült szakemberek segítségével, célra törő és tudatos munkával lehet a legmagasabb osztályban is eredményeket elérni, ami azt jelenti, hogy most az átszervezés előtt álló magyar labdarúgás legmagasabb osztályába egy kvalifikációs versenynek fogunk nekifutni a nyáron. Én először is azzal szeretném kezdeni, hogy a Szapor Gábor, aki a labdarúgó csapat vezetőedzője, más irány elfoglaltsága miatt nem tudott ma eljönni, és ezért engem kért meg arra, hogy a esetleg fölmerő szakmai kérdésekre igyekezek választ adni, amellett a gazdasági kérdésekre a Pázmán Zsolt fog válaszolni. Tehát ami itt a Zsolt is elmondta, hogy itt ilyen változás történt a télen a csapatnál, hogy a második vonalból az ismert körülmények között az első vonalba került a labdarúgó csapat. Úgy gondolom, hogy szakmailag az első és egyetlen feladat volt az, hogy a játékosokkal elhitetni azt, hogy ők alkalmasak erre a feladatra. Ez a fölkerülés a profiligába, ez a bajnokság kezdete előtt közvetlenül történt, tehát igazán ezután már nem volt lehetőség arra, hogy a csapatot megerősítsük, illetve játékosokat igazoljon az egyesület a csapat megerősítésére, tehát azokkal a játékosokkal kellett ezt a feladatot megoldani, akik rendelkezésre álltak. Tehát ezért mondom, hogy a legfontosabb feladat ebben a szituációban az, hogy ezek a játékosok elhiggyék, hogy ők alkalmasak arra, hogy ezt a profiligát is sikerrel megállják a helyüket, és ott jó eredményeket érjenek el. Na most a kezdetben itt voltak olyan mérkőzések, amikor nem sikerültek. Tehát a csapatban benne volt az akarat, benne volt a győzelem, de sajnos különböző körülmények miatt ez nem jött sajnos össze. De a bajnokság vége felé, tehát a második felében viszont egy pozitív győzelem, ami a Nyíregyháza ellen jött el, végül is egy hazai győzelem, és ekkor hitték el igazán a játékosok, hogy ők alkalmasak erre, és meg tudják csinálni, és azután egy nagyon szép szériát tudnak maguk mögött, és hát én bízom benne, hogy ez a következő szezonban is így fog folytatódni. Azt hiszem, hogy az asztal körül ülők szinte mindegyike rendelkezik valamelyest külföldi tapasztalatokkal a saját sportága területén. Külföldön hogyan történik ugyanez az edző részéről? Ugyanennyit kell kirincselnie ezekért a pénzekért? Kell-e kirincselnie a pénzekért? Mennyire befolyásolja ott az edzőt a gazdasági menedzsment és a gazdasági kérdések által szabott határok? Most akkor talán kezdjük visszafele. Hát, hogy őszinte legyek erre a kérdésre, nem gondolom, hogy én tudnék jó választ adni, mert én külföldön, mint játékos szerepeltem Németországban és Finnországban, tehát én igazán ezeket a háttér dolgokat nem láttam át, tehát én nem tudom, de úgy gondolom, hogy a magasabb szinten, tehát amit az ember ugye az évek során hall és lát és olvas, azért nem hiszem, hogy az edzőnek, tehát kimondott a szakmai stábnak ilyen dolgokkal kellene foglalkozni, inkább tehát kimondottan a szakmával is, ott is egy nem egyedül, vagy nem másodmagával, hanem egy nagyobb stábbal együttműködve tud dolgozni, és kimondottan a szakmai területre tud koncentrálni. Hát én csak abból a megközelítésből tudom ezt a külföldi csapatok körüli gazdasági helyzetet elemezni, hogy amilyen információk a sajtóból, a rádióból, tévéből eljutnak hozzánk. Teljesen más a gazdasági háttere egy külföldi csapatnak, teljesen másképp gazdálkodnak, másképp szervezik az életüket kint, hogy most menjünk akkor Nyugat-Európa felé a labdarúgás terén, de azt hiszem ez a többi sportágra is jellemző. Nálunk Magyarországon a rendszerváltás, hogy úgy mondjam, labdarúgásban talán most fog elkövetkezni, vagy most van azon a küszöbön, hogy átlépjük ezt a határt, teljesen átszervezik a bajnokságot, csökkentik drasztikusan a csapatok létszámát, ami azt jelenti, hogy ezután talán nem annyi ember fog a labdarúgásból megélni azokat a játékosokat leszámítva, akiknek ugye ez lesz a feladatuk,
hanem a körülvevő gazdasági emberek, csapatvezetők nem csak azért lesznek ott, hogy az anyagi javaikat gyarapítsák, hanem azért is, hogy csapatot, jó csapatot és sikeres csapatot építsenek. Teljesen más egy külföldi csapatnál a pénzszerzési lehetőség. Vannak kisebb városok, nagyobb városok, ahol egy közösség össze tud állni, és egy Németország vagy Ausztriában egy labdarúgó csapatot a legmagasabb osztályba tud tartani. Nálunk sajnos a gazdasági háttér is mi nagyon hiányzik ebből, bár úgy érzem, hogy a lakosságnak az igénye a legfelsőbb osztályra mindenféle sportban meg lenne. A sikereket mindenki szeretné magáinak tudni, úgy a városban, mint a megyében. Hát ezért mi nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy csak a megközelítése meg legyen azoknak a lehetőségeknek, mint ami Nyugat-Európában van. Az én ismereteim nem ennyire széles körék, mint az előttem szóló uraké. Annyiban tudom megerősíteni, amit ők elmondtak. Ugye 4 éve Eurolígában játszik csapatunk, és ott általában azt tapasztaltuk, hogy az edző edzést tart, taktikát ad, a menedzsment meg szervezi a klub életét. És szerintem normális helyeken ez mindenhol így történik, és ahol extrém szituációk állnak elő, ott megbocsátható szerintem, és sőt tolerálni kell azokat az igyekvéseket, amikor az edző kénytelen a szakmájától távoleső területekre elkalandozni, és az ismeretségét bevetni, esetleg a kapcsolatrendszerét bevetni az ügyben, hogy a csapat a szakosztálya működhessen. De hosszú távon azt gondolom, hogy ezek a dolgok nem működnek. Tehát a menedzsment szervezi a klub életét, az edző tartsa edzést, szurkolja, jöjjön ki a mérkőzésekre, és azt hiszem, akkor így fognak működni a csapatok eredményesen. Igen, én is úgy gondolom, ahogy az Ákos gondolja, és így is tapasztaltam Spanyolországban, hogy teljesen külön van választva az anyagi oldal és a sport oldal. Főleg Spanyolországban, ahol én jártam, ahol egy egész kevés ismeretet szereztem ezekből a dolgokból, hiszen ugyanúgy, mint az RP, szintén játékosként voltam kint, így aztán nem sok információm van róla, de azért, mivel a kézilabda egy kicsit családias a sportág, mint a labdarúgás, így azért egy kicsit több információ van erről. Tehát egyértelmű, hogy a menedzsment az az anyagügyeket szervezi, és a szakmát pedig az edzők intézik. Ez teljes mértékben külön van választva. Vannak olyan csapatok természetesen Spanyolországban is, ahol kevesebb pénzből gazdálkodnak, kisebb az elnökség, ahol kevesebb ember próbálja megszervezni a pénzügyeket, ott nehezebben is mennek a dolgok, de az igazi nagy sztárcsapatoknál egy nagyon komoly elnökség dolgozik, aki összeszedi a pénzt, a szponzorokat összegyűjti, a különböző reklámtevékenységeket szervezi. Így aztán a sztáredzőknek egyértelműen csak a csapatokra kell foglalkozni. És én úgy gondolom, hogy a spanyol kézilabda ezért is van ott, ahol van ezért a munkáért, ugyanúgy, ahogy a labdarúgás is a világ egyik legjobbja. Tulajdonképpen én is csatlakozni tudnék az előttem szólókhoz. Nekem az adatott meg, hogy egy profi pályafutás után a Bundesliga alatti ligában játékos edzőként dolgozhattam, és utánpótlással foglalkoztam, de valóban a vezetés egy szűk környezet dolga. A mi esetünkben néhány család tagjainak nagyon pontos szervezésében folyt, és valóban a szakmai munkára kellett csak koncentrálni. Tehát gyakorlatilag minden egyéb gazdasági és szervezési problémákat megoldva a tálcán kínálták a lehetőséget, hogy az edző vagy játékos csak a saját dolgára koncentráljon, játszon vagy edzést tartson. Pécs 4 darab élegyesületét tisztelhetjük a jelenlévő személyekben, hiszen a 4 legtöbb, legnagyobb tömeget vonzó csapat képviseletében vannak itt. Mennyire lehet érezni a sportágak közötti városon belüli rivalizálást, akár szurkolók részéről, akár pénzügyi oldalról, akár úgy, hogy az utánpótlás bázis megteremtése szempontjából. Esetleg, hogyha még hozzávehetjük, hogy a sajtóban történő megjelenés kérdésében. Most is azzal kezdeném, hogy egy szerencsés szituáció, hogy hazakerültem, és
a problémák ellenére itt már néhány újságíró kolléga megkérdezte, hogy ezt a kudarcot hogy viselem. Hát én tulajdonképpen nem számolom kudarcnak, hiszen egy óriási lehetőség volt arra, hogy újra itthon beilleszkedve a mármint edzőként a magyar kosárlabda életébe Pécsen megismerkedjek a sportvezetéssel, a médiával és a szakmával, és természetesen emellett párhuzamosan egy olyan szituációba kerültem, ahol egy városban a kosárlabda mellett a kézilabda és a foci is egy komoly szintet képvisel. Természetesen tisztelettel adózom az olyan sikereknek, amit a Mizó a fennállása óta az idén elért, és kívánom nekik, hogy a jövő évben a négybekerülés is sikerüljön. A kézilabdában és a fociban nem vagyok annyira járatos, de figyelemmel kísértem a futball eredményeit, és természetesen egyfajta izgalmat jelentett, hogy sikerül-e a bennmaradás, és természetesen látva az összefoglalókat és a nyilatkozatokat, a megítéléseket érezni lehetett, hogy át fog billenni a csapat, és sokkal pozitívabban szerepel annál, mint hogy arról beszéljünk, hogy kiesik vagy sem. A kézilabda számomra egy kicsit egy árnyékos oldal, így nem is tudnék erről mit mondani, de az mindenképpen érdekes volt, hiszen először kerültem ilyen szituációba, hogy edzés előtt vagy után egyáltalán kézilabda edzést láthassak. És hát természetesen ilyen fajta rivalizálásról bennem sosem merült fel egyetlen gondolat sem. Sőt, azt hiszem egyfajta figyelmet jelent, bárhol is folytatom a pályafutásomat, hogy egy város életében az egyéb sportágokra igenis közelíteni kell és figyelmet kell szentelni. Véleményem szerint itt Pécsen nálunk elég harmonikus a kapcsolat a csapatok között, hiszen ahogy az Oli is mondta, hogy figyeljük egymás eredményeit. Az egyértelmű, hogy az emberek azért járnak a mérkőzésekre, hogy győzelmet lássanak, azért járnak a mérkőzésekre, hogy eredmény legyen. Így aztán, hogy a PVSK Mizó ezekben a dolgokban ennyire eredményes, tehát 5-ször nyertek bajnokságot, kupa győzelem, nemzetközi szereplés, az emberek egyértelműen oda mennek. Hogyha a mi sportánk is ilyen eredményes lesz majd valamikor a jövőben, akkor úgy gondolom, hogy a mi mérkőzéseinket is ilyen tömegbe fogják látogatni, hiszen a kézilabda egy érdekes játék, és már a kézilabda történetében itt Pécsen is volt már rá példa, hogy 2500 ember előtt játszottunk mérkőzést folyamatosan. Gondolok itt a 80-as évek közepére, amikor a csapatot az Őszbánya Válasz szponzorálta, akkor nagyon sokszor előfordult, hogy még a legnagyobb csapatokat is sikerült legyőzni hazai pályán, és az emberek jöttek, és szerették, és nézték. Én úgy gondolom, hogy a Mizóval nem kell nekünk rivalizálnunk anyagi téren, hiszen a szponzorokra ugyanaz igaz, mint a nézőkre. A szponzorok is azt szeretik, ahol eredmény van, hiszen ott tudnak megjelenni a különféle médiákban, ott tudnak megjelenni a vásárlóik elől, a nézők elől, egyértelműen, hogy a sikersportágokat támogatják. Minden pécsi sportágnak az legyen a célja, hogy minél több eredményt tudjon elérni, minél jobb eredményt tudjon elérni, hogy minél több szponzort tudjon magának szerezni. Természetes, hogy a városnak a hogy úgy mondjam, a befogadó képességekben ez a dolog ez eléggé behatárolt, de hát meg kell próbálni mindent, ami sikerül. Én úgy gondolom, hogy nem egymás kárára, hanem egymás mellett egy harmonikus, biztonságos kapcsolatba kell ezt elintézni. Én szeretnék visszakanyarodni az előző kérdéskörhöz, ahol ugye beszéltünk itt a szakmai munka felelőseiről, a menedzsmentről, akik a pénzügyeket teremtik elő. Azt gondolom, hogy a Pécs városában ez is jól működik. Az önkormányzat a sportbizottságon keresztül szerintem jól koordinálja ezt a kérdéskört, és ott megalapozott döntések születnek lefektetett játékszabályok alapján a támogatáson. A többi szponzor az úgy, hogy Füzesi Ferenc mondta, a szimpátia és az eredményesség alapján dönti el a támogatását.
azt gondolom, hogy egy bizonyos szakmai rivalizálás mindenképpen kell. Tehát lehet így fogalmazni, figyeltük egymás eredményeit. Biztos, hogy mindenki bánkódott, amikor egyik csapaton kikapott, legyen az futball klubról szó, vagy a kézilabdázók, esetleg a matáv kosárlabdázók, mert az a pécsi emberek vagyunk, és szerintem abnormális dolog lenne, ha nem a pécsi kluboknak szurkolnak. Tehát én magam részéről ugyanúgy keserűséget éreztem, ha valamelyik labdajáték sportágban, de bármilyen pécsi sportágban felülmúltak bennünket. Aztán egy rivalizálás azért volt, amit a célnál itt most elfelejtett elmondani. Én sem avattam még be, de szerintem a klubunk 1411-1410 arányban vezet a tuborsörök elfogyasztásába, a büfébe, a Vársi sportcsarnokba. Tehát hosszú még a szezon, itt a nyár, úgyhogy még szépíthettek, de szerintem egyel biztos elérő vagyunk, és könnyű a dolgunk, mert idegen légióssal, a Szergellyel is mi erősítjük a szakosztályunkat, Jolkának a férjével, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat. Hát ez igen, itt látszik az, hogy nincsen olyan drasztikusan elválasztva a sportágak a városban, és azt hiszem mondhatom azt, hogy baráti viszony van itt mindenki között. Egymással is vagyunk utalva, meg egy kicsit mindenki magáért is harcol, de úgy érzem, hogy ha ez a városi elképzelés, ami itt volt a négy kiemelt sportegyesülettel több nagyvárosban az országban megvalósulna, lehet, hogy máshol is összetennék a két kezüket és örülnének ennek. Az más kérdés, hogy a szponzorok és a támogatók kikkel szimpatizálnak, kivel tudnak hathatósabb reklámtevékenységet folytatni, ez mindenképpen a siker oldalán könyvelhető el, hogyha van egy sikeres csapat, sikeres eredményekkel, oda könnyebben jönnek a támogatók, mert hát több a néző is. Ugye több ember látogat ki egy sikeres mérkőzésre, ahol várható egy jó eredmény, mint egy előre mondjuk lefutottnak tűnő labdajáték, vagy bármilyen sportról lehet itt szó. Azt kell, hogy még elmondjam ezzel kapcsolatban, hogy az a bázis hiányzik itt a városban, ami megnyugtatóan tudná mind a négy csapatot úgymond támogatni. Nem egy cégre, hanem inkább cégekre, vállalatokra gondolok itt, mert kicsit kevés ez a pénz. Szóval a mai sportéletben mi azt hiszem a labdarúgásról tudok most beszélni, elég kevés pénzből tudunk gazdálkodni. Ezt nagyon jól be kell osztanunk, és hát többen megmosolyogtak, mikor én elmondtam, hogy körülbelül mennyi pénzből gazdálkodunk, mert ennek nem dupláját, hanem 3-4-szeresével gazdálkodnak csapatok, és nem érnek el ilyen eredményeket, tehát alattunk végeztek most mondjuk itt a PNB-be is, de az NB1-be is volt ennél magasabb költségvetésű sportszervezet. Tehát ezeket a pénzeket én úgy érzem, hogy a futballban talán most az átszervezés során jobban lehet meg koncentrálni. A futballnak van egy olyan varázsa, hogy itt Magyarországon ugye két ember létezik, aki ért a focihoz, meg aki nem, és van ebből, mondjuk aki nem ért, abból van 3, a többi meg 9.999.997. Úgyhogy mindenki szeret a futballhoz hozzászólni, valamilyen módon kapcsolódik hozzá. Ez egy népszerű sportág, de amellett elvitathatatlan például a kosárlabdának a felfutása, elvitathatatlan az, hogyha egy kézilabda mérkőzésben nemzetközi szinten nagyon jó eredményeket érnek el a magyar csapatok. Tehát ebben kapcsolódani azt mondom, hogy a városban lakók, vagy a megyében lakók, akik eljárnak ide a sportmeccsekre, biztos, hogy szívesen vennék azt, hogyha mind a négy szakosztály, aki most itt képviselteti magát, bajnok lett volna, biztos, hogy egyformán örültek volna, és mindenki eljött volna megünnepelni ezt az eseményt. Úgyhogy úgy érzem, hogy egy jó baráti kapcsolat van. A pénzért mindenki saját maga futhajt, de hát ez egy természetes világ, egy természetes dolog a mai világban. Én is tulajdonképpen a rivalizálásnak azt a pozitív oldalát szeretném egy kicsit kiemelni, amit az előttem szólók is említettek, tehát azt, hogy rivalizálni kell egymással, mégpedig úgy, hogy ez minden egyesületet, klubot és sportágat előre vigyen, és ez így lehet, mert 10-15 évvel ezelőtt az nem volt kérdéses, hogy milyen sportág mérkőzésére jártak ki a legtöbben, 8-10-re jártak a futballmérkőzésre, gondolom a kosárlabda annak idején még nem volt ilyen népszerű, tehát oda kevesebben jártak ki. Az utóbbi években megfordult a kocka, és a kosárlabda mérkőzésekre járnak 5-6 ezeren, a labdarúgó mérkőzésekre sajnos lényegesen kevesebben. Na most mi így szeretnénk rivalizálni,
egy kicsit, és ez azt hiszem, hogy ez nagyon pozitív dolog, hogy végre utolérjük most a jövő szezonban azt, hogy a kosárlabda csapat nézőszámát eléri a labdarúgó csapat. Ez egy nagyon jó dolog lenne, és ez nem úgy, hogy visszaesik a kosárlabdán a nézőszám, hanem úgy, hogy mi szeretnénk a nézőszámunkat megnövelni, nyilvánvaló. Ennek már láthatók a jelei az utóbbi mérkőzéseken, és hogyha a csapat ugyanilyen hozzáállással és ilyen lelkesedéssel fog játszani, akkor nagyon hamar el fogjuk érni azt, hogy végre újra az új mecsekai pályán 5-6 ezer ember fog drukkolni a mérkőzéseken, és hát ugye csendesen elmondanám, hogy azért ennél volt több is, és bízom benne, hogy még többen lesznek majd. Pász Bandi úr itt szót ejtett a költségvetésekről. Én nem tudom, hogy mennyire lehet mondani számszerű adatokat, én ezért rákérdeznék, és arra is, hogy a saját sportágán, saját élvonalán belül a Pécsi Klub hanyadik helyet foglalja el a Magyarországon. Nem csak a labdarúgásra gondolok, hanem a kosárlabdákra, kézilabdára is. Akkor talán elkezdem én most a sort. Hát mi ebben az évben ugye megosztott a bajnoki szezon, ebből a fura helyzetből adódóan. 75-80 millió forintot terveztünk az NB1-re. Ez változhatott volna a télen, hogyha magasabb célokat és úgymond erősítést végzünk el a csapaton. Evel a mostani szerepléssel viszont azt mondom, hogy a PNB-be is ki tudunk jönni, tehát az évvégi elszámolás egy 80 millió forintba fog megállni. Itt a tavaszi szezonban egy kicsit kevesebb pontot gyűjtött a csapat ahhoz képest, mint amint az NB1-be gyűjtött volna. Ez a prémium oldalon jelentett úgymond megtakarítást a gazdálkodásba. Kevesebbet kellett utazni, mert kevesebb mérkőzésünk volt. Viszont pozitívum volt az, hogy sokkal több nézőnk volt a mérkőzéseken. Ebből a jegybevételünk arányosan jóval magasabb volt, mint amit terveztünk az NB1-es mérkőzésekre. Itt látszik az a varázs a futballnak, hogy ugye a legmagasabb osztályra mindenki jobban kíváncsi, mert az NB1-ben átlagosan volt 1000 nézőnk, ahhoz képest most azért jóval magasabb a bevételünk. Tehát ezen az oldalon viszont nőttek a lehetőségeink, és a reklám tévéközvetítési díjak is itt az NB, vagy a PNB-ben jobb, magasabb bevételeket eredményeztek. A jövő év az már összetettebb megint, fura helyzetet fog produkálni. Ugye október közepéig, végéig le fogunk játszani egy kvalifikációs versenyt, aminek az eredményeképpen a 2-8-as csoportból 6-6 csapat jut be a 12-es mezőnybe, és utána pedig a 12-ből lesz a nyár végére két kieső, és ahhoz fog felkerülni majd az NB1-B-ből, aminek most a második vonalnak ez lesz, azt hiszem, a neve. Két csapat, tehát így fog kialakulni ez a végleges forma, amikor 12 csapatos lesz a magyar legmagasabb osztályú labdarúgó bajnokság. Jövő évben számításaink szerint erre a két versenyidőszakra egy 130-150 millió forint lesz szükséges. Itt már magasabbak lesznek az utazási költségek, több mérkőzés lesz, premizálás is másképp kell, hogy működjön, és hát több játékos is kell igazolnunk, mert a mostani keretünk kevés volt ahhoz, hogy 2-6 szintéren ki tudjunk állni rendesen a csapatokkal. Ugye az utánpótlás csapatból kellett a junior csapatot leginkább működtetnünk, tehát itt mindenképpen bővítenünk kell a keretet, és ebből adódóan lesz magasabb a költségvetésünk. Ez a költségvetés a versenytársakhoz viszonyítva hanyadik helyre teszi a PMFC-t? Hát én nem tudok pontos adatokat mondani, de ahogy az előbb már említettem egyszer, elég szerények a költségvetéseink. Van, ahol 500 millió forintot revesgetnek, van, ahol 250 millió forintot. Azt mondom, hogy itt ebbe a szituációba a mezőny utolsó felébe vagyunk, utolsó harmadába, vagy talán még az utolsó negyedébe is kerülünk. Hát nem tudom, hogy ez erény vagy hátrány lesz számunkra. Én bízom abban, hogy az eddig szem előtt tartott gazdálkodási szempontokat, ha tovább tudjuk tartani, akkor ebből a költségvetésből ki tudunk jönni. Na most egy dolgot elfelejtettem mondani, és ezt hozzá kell mindig tenni ehhez, hogy ez csak az első csapatnak a működésére fordított összeg. Ebben nincsen benne az utánpótlás, és nincsen benne a létesítmény fenntartás. A létesítményt ugye az önkormányzat tartja fent, tehát a városi és
sportlétesítmények igazgatóságához tartozik, az utánpótlás pedig teljesen külön az egyesület keretén belül gazdálkodik, teljesen külön költségvetéssel. Tehát ezek a dolgok, ezek még, hogyha a labdarúgást nézzük, akkor ezek emelik az évi költségvetést, szerintem egy olyan 30-40 millió forinttal. Hogyha át az egész labdarúgás, Pécs labdarúgását nézzük a Pécsi Meccsek futballklubnál, akkor ebből a szempontból a 80 millió forinthoz még hozzáadhatunk egy 30-40 millió forintot, tehát ez így akkor 120 millió forintra jön ki globálisan. Tehát az az összeg, amit én említek, az mindig az első csapatnak a működéséhez szükséges költségvetés, és ezt, hogyha arányba tesszük a többi klubbal, akkor mondom, a mezőnynek a vége felé tartunk ebbe. Hát, ha itt összegeket nevezett meg Pázmándi Zsolt, akkor én sem fogok titkolózni. Körülbelül mi is ilyen 80 millió forintból gazdálkodunk, ami több helyről tevődik össze. Elsősorban az önkormányzat, másosorban a MIZU. Tárgyi feltételeket biztosít a vasút. Vasúti ingyenjegyekre gondolok, létesítményekre. Aztán az egyéb szponzoraink, ebből áll össze ez a pénz, valamint a bevételünknek a majdnem a 20%-át a közönségünk hozza a Városi Sportcsarnokba, és azt gondolom, ez egy óriási szám. Tehát majd egyetett részét a bevételünknek azok a nézők biztosítják, akik napról napra megveszik a jegyeiket, évről évre a bérleteiket, és kijönnek szurkolni. Ez az összeg a magyar kosárlabdában, női kosárlabdában dobogóra elég. Hál' Isten nem ez alapján osztják a bajnoki érmeket, mert akkor nem lennénk ötszörös bajnokok, mert általában megelőz egy-két klub, volt egy 3-4 klub is bennünket. Azért hál' Isten emberi tényezők, a szakmai tudás is befolyásolja az eredményeket. És azt gondolom, hogy unalmas is lennének azok a bajnokságok, ahol először kinyitna mindenki a pénztárcáját, és akkor szerint basztálnak a csapatokat, nem tudom, hogy a nézők kíváncsiak lennének erre. Nekem nincsenek pontos információim arról, hogy mi mennyi pénzből gazdálkodunk, de azért körülbelül tudom, hogy az évi 40 millió forintot nem éri el a költségvetés, ebből a 40 millió forintból mi 6 csapatot üzemeltetünk, az NB1-es felnőtt csapatot, van egy Pécsváradi fiók csapatunk, ahol a 20 és 23 év közötti játékosok szerepelnek folyamatosan az NB1-be, és hát természetesen az ehhez kapcsolódó utánpótlás csapatokat. A többi utánpótlás csapatot 14 évtől lefelé a társin keresztül az önkormányzat segíti, amit a Svara Laci bácsi koordinál. Én úgy gondolom, ezzel a 40 millió forint, ami nagyon-nagyon szerények vagyunk a magyar kézilabda NB1-ben, hiszen az információim szerint talán a Győr és az Ózd, aki ennyire kevés pénzből gazdálkodik, de ők nem működtetnek ennyi csapatot. Így aztán mi elég szerények vagyunk, jól beosztjuk a pénzünket, igyekszünk úgy szerződést kötni játékosokkal, olyan utazásokat igénybe venni, úgy utazni, úgy szervezni a dolgokat, hogy minél barátságosabb ára jöjjenek ki a számlák. A bevételnek a nagy része az önkormányzattól jön, természetesen úgy gondolom az összes pécsi sportág így van ezzel, a többit pedig a ügyvezető igazgatón keresztül a KFT, aki üzemelteti a sportklubot, ők szedik össze folyamatosan apró szponzoroktól 100, 200, 500, 50 ezer forintonként úgy, ahogy sikerül. Hát a mi számainkról sokféle adat látott napvilágot, tulajdonképpen ez a szezon azzal telt, hogy a vezetőink megpróbálták a hiányokat különböző forrásokból pótolni. Tehát konkrét számot sajnos nem tudok mondani, de itt az A csoport, a reménytelen A csoportot említettem, készítettünk egy szűrt költségvetést. Itt az utolsó reményünk az volt, hogy az önkormányzat, a sportbizottság, illetve a MATÁV közösen, még a MATÁV utoljára mellénk áll, és ez a szám egy szűk 80 milliós költségvetés lett volna, amiben az utánpótlás támogatása is benne van, de érzésem szerint egy férfi dobogós kosárlabda csapathoz 120-150 millió szükséges, hogy valóban egy sikeres szezon zárjon. Itt szó esett az előbb arról, hogy a labdarúgó bajnokságot átszervezik.
de minden sportágban nagy változások várhatók az ősztől, hiszen a kézilabda bajnokság ugyanúgy átszervezés előtt áll, a kosárlabdázóknál pedig jó néhány szabály módosítására kerül sor az olimpia után. Szakmailag ez mit jelent az edzőknek? Milyen plusz feladatokat ró rájuk? Mi az, ami várható? Mi az, ami a közönség, a szurkolók számára ebből vissza fog jönni? Igen, a kosárlabdában is lesznek ilyen változások. 4x10 perces játékidő mellett lecsökkentik a támadás időt 24 másodpercre, és hát ennek részeként 8 másodperc alatt át kell vinni a labdát a félpályán, vagyis abba az irányba mozdul el ez a fajta változás, hogy még látványosabbá, még szórakoztatóbbá tegyék a játékot, tehát a játék föl fog gyorsulni. Fontos lesz, hogy a játékosok egyéni képességei ki fognak domborodni. Itt nem feltétlen az atlétikusságra kell gondolni, mert rögtön felvetődik, hogy egy lassú, nagy center hogy tud beilleszkedni például egy ilyen játékba. Be tud illeszkedni, mert ez is leegyszerűsíti a játékot, hogy rögtön bejátszani neki, és próbálja az egy-egy lehetőségből kihasználni. De mindenképpen egyfajta folyamatosságot, látványosságot és még gyorsabb játékot fog hozni ez a szabály. Igen, a falszabály is meg fog változni, hiszen a 4/4-es játékidő a 5. faltnál büntetődobások következnek minden 10 percben. Tehát tulajdonképpen én nagyon sokat várok ettől a szabálytól, talán mondhatom, hogy ez a fajta játék a saját filozófiám is, úgyhogy én egy kicsit örülök ennek. A kézilabda bajnokságot is átszervezik, rájátszást fognak bevezetni, hiszen a nagy csapatok, akik gyakorlatilag a bajnokságot irányítják, rájöttek arra, hogy nagyon kevés a mérkőzés, így aztán a nézők nagyon keveset látják a csapatokat. Én úgy gondolom, elég vicces volt, hogy az összszezonban hazai pályán 5-ször játszottunk, az új játékosokat a nézők gyakorlatilag nem is tudták megismerni, alig látták a csapatot. Most bevezetik ezt a rájátszást, ez azt jelenti, hogy 10 mérkőzéssel több lesz, mindenképpen megváltoztatja a felkészülést, mert megváltozik a bajnokság ritmusa, egy szerda-szombati ritmusban fogunk játszani folyamatosan, tehát kevesebb idő lesz a taktikai felkészülésre, kevesebb idő lesz arra, hogy a játékosok pihenjenek, és hát az edzésmódszerek ez miatt meg fognak változni. Viszont az nagyon jó lesz benne, hogy ki fog élesedni a bajnokságban a küzdelem, hiszen az alapszakasz után ugye a rájátszás szabály szerint a két részre osztják a bajnokságot, az első 6 előre játszik, a második 6 a kiesés ellen játszik, így aztán mindenkinek ugye az a terve, hogy az első 6-ba kerüljön, hiszen ott egy viszonylagos biztonságba kerül, így aztán már az alapszakasz is nagyon-nagyon kemény csatákat fog hozni. Én úgy gondolom, hogy ez a mi fiatal csapatunknak ez jó lesz, hiszen itt a fiatal játékosok sokkal frissebbek, sokkal nagyobb terhelést bírnak el. Én úgy gondolom, hogy eredményesek leszünk. Annyival szeretném kiegészíteni, amit Zoli az imént elmondott, hogy fel fog gyorsulni a játék. Tehát sokkal több akció fog bekövetkezni egy-egy mérkőzésen, sokkal nagyobb terhárul majd a játékosokra. Ebből az apropóval azt gondolom, hogy a játékos kereteket úgy kell majd felépíteni, hogy egy több hadrafogható játékos legyen a 10-es keretben, sőt el kell oda jutni, hogy mind a 10 játékos hasonló szerepet tudjon betölteni a pályán töltött perceivel, a pályán nyújtott teljesítményével. És az Euroligán keresztül visszatérve a Mizóra, azt gondolom, hogy még jobban ki fog teljesedni a játékosok egyénisége, és ezzel az új szabályokkal a nagy játékos egyéniségek tudják majd igazából megmutatni magukat, és abban bízom, hogy erre a közönség mindig vevő lesz. Hát akkor az átszervezést én azért mondom. Az előbb már lehet, hogy érintettem, de akkor pontosan a nyár
úgy kezdődik nálunk, hogy július 22-én indul a most jelenleg 14 csapat, aki az PMB-be bemaradt, és a két feljutó az NB1-be most két feljutó csapatot oly módon fogják csoportba beosztani, hogy az A csoportba kerül az első helyezett, a B csoportba kerül a második, harmadik, a negyedik, ötödik megint az A csoportba, a hatodik, hetedik a B-be, 8-9-dik az A-ba és így tovább, és a B csoportba kerül a felkerülésből a videóton az NB1-nek az első helyezettje, a Matán Sopron várható, most úgy néz ki a jelen állapotok szerint, hogy ő lesz a második az NB1-ben, ott ők pedig az A csoportba kerülnek. Ezt egy körmérkőzéses, tehát oda-vissza alapon bonyolított játékszellembe október közepéig lejátszunk egy kvalifikációs versenyt, amiből a pontok alapján a csapatok első hat helyezettje jut tovább. A másik két csapat, aki kiesik mind a két csoportból, azok az NB1-es tovább szervezett, most már NB1-B-nek nevezhető tovább szervezett kvalifikációs versenybe fognak indulni. Itt az érdektelenséget egy kicsit avval próbálják kompenzálni, hogy mindenkinek érdeke legyen a hatodik helyen elérni végezni ebben az őszi szereplésben, hogy az a hatodik helyezett egy pontot, az ötödik helyezett két pontot, a negyedik helyezett három pontot, és így tovább. Tehát mindenki visz magával egy bizonyos pontszámot, ami a 12-es mezőnyben már az elején az indulásnál egy bizonyos helyezést fog eredményezni. Ebből tudják úgymond motiválni a csapatokat arra, hogy ne csak arra törekedjenek, hogy a hat között legyenek, hanem azon belül ott az eredmények azért még mindig számottevőek legyenek. És a november hónapban terveznek még 5 fordulót ebből a 12 csapatos bajnokságból, ez is oda-vissza alapon megy, és ennek a bajnokságnak a vége jövő év, tehát 2001. június 10-valahányadikán lesz vége, akkor fognak hirdetni bajnokot, akkor fognak második, harmadik helyzetet, ahol a nemzetközi kupa szereplések eldőlnek, és az utolsó kettő, a 11. és a 12. pedig ki fog esni az NB1-B-be, és az NB1 addigra eldőlt mezőnyéből pedig két csapat akkor fog a nyáron felkerülni. 2001-2002-es bajnokságban tervezik azt, ami a kézilabdánál is, hogyha már csak 12 csapat lesz, akkor rájátszásos rendszert fognak ott is valószínűleg bevezetni, legalábbis a tervek között ez szerepel, és emellett pedig folyamatosan a Magyar Kupa átszervezését is tervezik, de egy kicsit több mérkőzést szeretnének, kicsit érdekesebbé szeretnék tenni, de ennek még a kiforrott formája nincsen meg. Ez az átszervezés, amit a Pázmándi Zsolt elővezetett itt, ez egy rendkívül nehéz feladat elé állítja az edzőket, de emellett egy nagyon izgalmas feladat elé is, mégpedig azért, mert azzal, hogy július 22-én indul az új bajnokság, rendkívül lerövidül a felkészülési időszak. Az általában megszokott 7-8 hét helyett most 5 hét áll rendelkezésre arra, hogy a csapat maximálisan fölkészüljön erre a gyors harára, tehát erre az, hogy október végéig egy olyan pozíciót kell elérni a csapatnak, hogy bent maradjon ebbe a 12 csapatos első osztályba. Tehát itt nem lehet úgy fölkészíteni egy csapatot, hogy majd lassan formába jövünk, és ugye a szezon, ha esetleg nem sikerül a rajt, akkor majd a szezon második felében ezt kijavítjuk. Hát erre most nem lesz lehetőség. Tehát itt rendkívül fontos az, hogy a július 22-i rajttal kezdődően jóformán csúcsformában legyen a csapat. Na most ehhez nyilvánvaló az is szükséges, és az is egy nagyon fontos feladat, hogy az új játékosok már a felkészülés időszakában rendelkezésre álljanak. Mert hogyha úgy alakul, hogy mert az átigazolási időszak ugye még kitolódik, tehát majdnem a bajnokság kezdetéig, de hogyha csak az utolsó héten tudunk 2-3 játékost igazolni, akkor nem tudjuk, hogy ők milyen állapotban vannak, nem tudjuk őket az előkészületi mérkőzéseken szerepeltetni. Tehát így nagyon nehéz csapatot kialakítani, csapatot építeni, mégpedig úgy, hogy azonnal eredményes legyen. Tehát itt nagyon fontos feladat a felkészülés mellett az, hogy a kiszemelt játékosokat minél hamarabb
meg tudjunk egyezni, illetve hát egy keretet minél hamarabb ki tudjunk alakítani, hogy ez a felkészülés ez lehetőleg a legoptimálisabb legyen. Egy gondolatot csak ez, amit az Árpi mondott, hogy a bajnokság az NB1-ben és az NB2-ben, mert ott ugye még osztályozó mérkőzések lesznek, június végéig fog tartani, és nekünk pedig már június 15-19-e körül elkezdődik az alapozás. Tehát ez egy nagyon érdekes szituációt fog eredményezni, hogy vannak olyan játékosok, akit ne talán a második vagy harmadik osztályból szeretnénk igazolni, vagy pedig itt van a Kutas Gábor és a Fónai Balázs esete, akik a Beremende meg a Farkas Norbert Beremende vannak kettős igazolással. Ha Beremende nem jut mondjuk az öt közé, hanem osztályozót kell neki játszani, akkor lehet, hogy a gyerekek az osztályozóról majd már jönnek a csapathoz, ide hozzánk, amikor már nálunk az alapozás javába folyik, és ugyanez van az NB1-ben is. Mielőtt átengedném a közönségnek a kérdésokat, egy gyors kör kérdést szeretnék intézni a jelenlevőkhöz, hogy mi várható jövőre? Játékos erősítések, helyezés, gazdasági háttér. Én szerettem volna a legkevesebbet beszélni, és én fogok a legtöbbet, úgy néz ki. Játékosokat mindenképpen kell igazolnunk az ősz, vagy a tavaszi. A tavaszi szereplés, majd rövidre fogom, jó? A tavaszi szereplés az mindenképpen azt mutatta meg, hogy a csapat minden részébe kell erősítést tennünk. A játékosokkal folyamatosan tárgyalunk, szeretnénk a felkészülés elejére még biztosítani, ha nem is maximálisan, de 90%-osan a keret létszámát, és mindenképpen a csapatnak, az egyesületnek az az elképzelés és az a vágya, az a reménye és az a kötelezettsége, talán így is mondhatom, hogy a 8 csapatos versenyzésben a 6 között legyünk, de ennél még nagyobb és nehezebb feladat lesz, amikor a 12 csapatból kell a 10-be lenni jövő tavasszal. Hát én úgy látom, hogy nálunk a pénzügyi helyzet normalizálódott, és a jövő évi költségvetés is többé-kevésbé egybe van. Persze Rózsa Gábor itt ülne, de rúgdostább akámat, de merek bátran nyilatkozni nevében. A csapatunkat illetően az látszik, hogy Dragoszlava Zsakula kivételével a tavalyi csapat egybe marad. Egy-két játékossal a szerződés kötés még folyamat alatt van, tehát tárgyalások zajlanak, de nagyon jó úton haladunk, és két új játékosunk úgy néz ki, hogy a jövő évben erősít bennünket a Béres Tímé, aki Sopronból távozott az idény közben. Nálunk képzeli a pályafutása folytatását, valamint Károly Andrát a Ferencvárosból szeretnénk megszerezni. Velük is a tárgyalásuk, sőt Béres Tímé alá is írt. Károly Andrával is nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, úgyhogy azt gondolom, hogy a megnövekedett feladatokhoz a játékos állomány meg lesz. A pénzeink remélem meg lesznek, úgyhogy remélem egy hasonlóan szép szezon elé nézzünk, mint az idei volt. Talán, ha alkalmatlan a magyar bajnokságban el fogunk veszíteni egy-két mérkőzést, ezt nem fogják a szurkolóink visszalépésnek tekinteni, remélem. Nálunk még nem alakult ki a költségvetés, folynak a tárgyalások. Egyértelműen minőségi javulást szeretnénk elérni ebbe az évbe, hiszen ez a szerény költségvetés elég nehéz helyzetbe hoz bennünket. Az információim szerint egy komoly céget szeretnénk megnyerni a csapat számára. Konkrétum egyelőre nincsen, várjuk a válaszukat, és hogy felvegyük a kapcsolatot komolyabb szinten. A célunk egyértelmű, hogy a játékos keretet egybe tartsuk, hiszen ez egy nagyon fiatal csapat, és a vezetés koncepciója is ez, hogy a fiatal embereknek adjunk több lehetőséget. Játékosokkal, nagy sztárokkal mi nem tudunk tárgyalni, nem is ez a célunk. Egy fiatal embert sikerült előszerzést kötnünk, ő a győri utánpótlás csapatoktól került Szombathelyre. Erdély Péter a neve, egy balkezes szélső átlövő játékos, aki mind a két poszton jól használható. Nagyon szeretném, hogyha ő hozzánk kerülne, egyelőre még az előszerződés feltételeinek kell megfelelnie. Más nincs, én úgy gondolom, hogy ezzel a játékos kerettel, hogyha ezt egybe tudjuk tartani, és ezek a fiatal emberekkel én továbbra se követek el fatális hibákat, akkor a javulás egyértelmű lesz. Egyértelmű a cél, hogy az első 6 helyezett közé kell kerülni, hogy a csapat életben maradhasson biztonságosan.
és hát ott a legjobb eredményt elérni a sztárcsapatok ellen. Én úgy gondolom, hogy ez a játékos keret képes erre. Hát a jövő majd megmondja, hogy sikerült ez a munka. Említettem már, hogy a mi helyzetünk jelen pillanatban elég reménytelen. Miután az önkormányzat karöltve a Matával nem tudott segíteni. Ennek ellenére az A csoportos nevezési díjat be fogjuk fizetni, és várunk egyfajta csodára. Párhuzamosan a junior csapatunk továbbra is versenyben van a B csoportba való fölkerülésért, az MB2-ből, ahol a jövő hétvégén egy négyes torna keretében az első kettő jut föl a B csoportba. Ha ez sikerülne, akkor az A csoportos jogot valakinek el lehetne adni, és ez egyfajta pénzügyi, egy szűk pénzügyi alapot jelentene a B csoport indulásához, és ez a junior csapat alkotná a B csoportos csapat gerincét, illetve ha a junior csapat nem jutna föl, akkor valószínűleg jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy egy esetleges egyességre kerülne sor a 13. helyen végzett Nyíregyházával, akik nagyon várják ezt a lehetőséget, és így egy helycserével a B csoport így is biztosítva lenne, és szintén egyfajta anyagi juttatásért cserébe. Én köszönöm szépen, és amennyiben a nézők között merült fel valami kérdés, ennek adnánk nagyon nagy örömmel helyt és teret. Nagy örömömre szolgált, hogy a Garami József féle csapat egyik oszlopos tagja, a későbbi neves edzőt Berem Endre gondolok, például Toma Árpád ismét visszatért a PMFC-hez, ahhoz a klubhoz, amelyben fölnőtt, és azt hiszem, hogy nagy sikereket aratott, és számos nemzetközi mérkőzés is játszott, és válogatottságig vitte. Nagy örömünk, és egyik legrokonszenvesebb egyéniség, és legnagyobb tudás egyénisége volt annak a csapatnak. Szeretném megkérdezni, hogy hogy történt ez a visszajövetel, hogy érzi most magát itt a PMFC csapatában, és mi változott, mit szeretne most elérni az edzői pályán, amely nyilvánvalóan emelkedés és megtiszteltetés jelent ez természetesen, de egy nagy lehetőséget is. Ez a váltás, hogy én ide kerültem a Pécsi csapathoz, illetve visszakerültem most egy kicsit más pozícióban, mint eddig voltam. Ez nagyon gyorsan történt, tehát én közel 3 évig edzősködtem Beremenden, és hát mint az edzői sors általában, elég gyakran előfordul, hát velem is előfordult az, hogy néhány gyengében sikerült mérkőzés után elváltak az útjaink. És mint az Isten, egy hét múlva kaptam ezt a felkérést a PMFC vezetésétől, személy szerint a Pázmándi Zsolttól, és hát természetesen a Szapor Gáborral egyetértve, illetve hát ővele is megbeszélve ezt a dolgot, hogy én vállaljam el ezt a pályaedzői tisztséget itt a csapatnál, mert a Gábor eddig egyedül dolgozott, ami szintén egy rendhagyó dolog az, hogy egy profiligás csapatnál egyetlen egy edző végzi a munkát, és hát ő neki nagyon szüksége volt arra, hogy valaki itt segítsen ebben. Nem igazán szakmailag, hanem egyáltalán a technikai része is nagyon, tehát az, hogy az egyéni foglalkozásoknál azon kívül neki más jellegű nyilván kötelezettsége is vannak, tehát ezekben én nagyon sokat tudok segíteni neki. És én nagy megtiszteltetésnek vettem ezt a felkérést, és nagyon rövid gondolkodás után el is fogadtam. Volt már korábban is felkérés a Pécsi csapattól arra, hogy én ide visszajöjjek edzőként, vagy hát segítőként, akkor úgy döntöttem, ez két esetben fordult el, hogy nem vállalom el. Tehát különböző okok miatt úgy éreztem, hogy akkor még nem jött el az idő, hogy ezt én nekem el kell vállalnom, de most viszont úgy döntöttem, és ezt pillanatnyilag úgy érzem, hogy helyesen döntöttem, és nagyon jól érzem magam, a játékosok elfogadtak, és én is jól tudok velük dolgozni, és hát hála Istennek, ami a legfontosabb minden edző számára az, hogy az eredmények eddig úgy alakultak, hogy azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk. Amíg újabb kérdéseken gondolkodik a közönség, addig én gyorsan
ebből indított ki. A jobbra vágyik. Én nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nem kell hosszú távra tervezni. Most itt ez a csapat, amit én csinálhatok, itt kell a legtöbbet kihozni saját magamból, a legtöbbet kihozni a csapatból, és aztán az életbe adódó lehetőségekkel pedig élni kell. A lehetőségek akkor fognak elérkezni, hogyha megfelelő szinten végzi az ember a munkáját. Hogyha kicsit lazít, meg kicsit hebehúrja, meg kicsit fegyelmezetlen, akkor nem lesz jobb lehetőség. Ezért figyelni kell, koncentrálni kell, és aztán fog jönni a felkérés, hiszen mindenkinek megadatik az életbe, hogy tudjon változtatni a saját sorsán, és akkor azzal kell majd élni. Én mindenképpen egy fiatal edzőnek számítok még. A legfontosabbnak azt tartom, hogy ami előttünk áll feladat, az ember a saját filozófiáját, a saját programját ne csak egy szezon, hanem két-három, vagy akár több szezon után felmérhesse, lemérhesse, leszűrje belőle a tapasztalatait. Ilyen szempontból már említettem, hogy a válogatott mellett is dolgozhatok, így azt hiszem a nemzetközi kosárlabdát, ami egy kicsit más dimenzió, mint a magyar bajnokság, is szem előtt tartva egy óriási lehetőség, hogy ilyen szempontból is összehasonlítási képet kapjak. Szerencsésnek mondhatom magam, mert úgy néz ki, már többször említettem ezt a reménytelen szituációt itt Pécsen, épp egy ilyen lehetőség előtt állok, és mindenképpen egy óriási felelősség és kihívás, hogy egy 3 éves szerződést ajánlanak éppen Debrecenben, amit valószínűleg el is fogok fogadni, hogyha itt napokon belül nem történik egyfajta csoda. Kérdés nézőktől? Kívánok jó egészséget minden jelenlévő sportvezetőnek, és további sok sikert. Egy gondom van csak az estével kapcsolatban, és a programmal kapcsolatban. A mai estén a sikerek mellett a legtöbb szó a pénzről hangzott el. Egy szót nem hallottunk arról, hogy ezek a csapatok a vásárláson kívül, játékos vásárláson kívül, milyen nevelő munkát végeznek. Van-e erre megfelelő, mondjam, tárgyi, anyagi feltételük és személyi feltételük? Véleményem szerint a sport az nem elsődlegesen az üzlet kedvéért szerveződött annak idején, gyerekkoromból emlékszem, az elég régen volt, már 77 éves vagyok, hanem a társadalom mindennyes tagjának az egészségi, fizikai és a szellemi állapotának a fejlődéséért. Itt ma erről nem hallottam. Szeretném, hogyha erről is lenne véleményem, mint a részvevőknek. Köszönöm szépen. Igen, való igaz. Talán én említettem, hogy a mi szűk tervezett költségvetésünk a utánpótlásra is jutna. Sajnos ezt is átszövi ez a fajta probléma, hogy egyáltalán sikerül-e forrást találni erre. A mi esetünkben a társi kezében van ez az utánpótlás bázis, ami egy szervezett, jól működő program. Talán annyit, hogyha több erőforrás lenne, kapacitás, tehát több edző, megfizetett edző, akkor még szélesebb alapokra lehetne ezt fektetni, és természetesen akkor még több siker, még több gyerek tudna kosárlabdázni. Talán itt említettem a junior csapatunknak a sikerét, ami mindenképpen egyfajta megmérettetés volt nekik, egyrészt, hogy 5-6 gyerek közülük a nagy csapattal edzhetett, és tulajdonképpen veretlenül jutottak el idáig, hogy, és ez mindenképpen egy óriási siker, hogy az NB2 rájátszásában megmérethetetik magukat a feljutásért, illetve gyakorlatilag minden korosztály be van töltve, és megint hangsúlyozom, hogy ez egy jól szervezett, sikeres program, természetesen megint hangsúlyozom, hiszen újra a pénzről kell beszéljünk. Ha több lenne erre, akkor még jobb lenne, még több edzővel működne, és még több gyerek kosárlabdázhatna. Hadd egészítsem ki gyorsan azt a kérdést, hogy
Az egyes kluboknál hány korosztályos csapatot versenyeztetnek, és ez hány gyereket jelent? Erre pontosan nem tudok válaszolni, de ahogy említettem, minden korosztály be van töltve, talán ebben az Ákos többet tud segíteni, mert egy kicsit hasonló a helyzet. Tehát párhuzamosan a lányok és a fiúk is jól működnek. Kérdés, egy kicsit magamra kell, hogy vegyem, mert az urak itt körülöttem mindenki az elmúlt egy órában azért a pénzen kívül beszélt a saját utánpótlásáról is. Én lehet, hogy bűnös anyagságból, lehet, hogy álszerénységből kihagytam ezt a Mizunál meglévő struktúrát. Nálunk is működik utánpótlás szakosztály. Az alapítvány keretén belül Autópark PVSK néven fut. Ennek a csapatnak én vagyok az edzője. Ennek a csapatnak egy létjogosultsága van, olyan lehetőséget biztosítani a játékosoknak, hogy onnan kikerülve megállják helyüket a felnőtt csapatnak. Én tisztelem az ön idealizmusát, és sokkal kevesebb tavaszt láttam, mint ön, de azért azt gondolom, hogy át kell, hogy értékelje kicsit azt az álláspontját, hogy a sport az egészségről és a nevelésről szól csak. A nevelésre teljes mértékben egyetértek, közösségi szellem, fegyelmezettségre, pontosságra, érzelmeket ad, rengeteg pozitív dologra megtanít, de azt a részét, hogy egészség, nevelés, ez az élsport már nem feladata szerintem, és nem is tudja betölteni. Tehát itt már sokkal többről van szó. Itt ezek a teljesítmények, amit a játékosokból kikényszerít a bajnokságok, a versenysorozatok, ezt kisebb egészségkárosodás nélkül véleményem szerint nem lehet túlélni, és a játékosok ezt, mikor a pályájuk elején erre adják a fejüket, hogy ők élsportolók lesznek, azt gondolom, hogy tisztában vannak. Ez az utánpótlás edzők felelőssége, hogy a gyerekek előtt felvillantsák annak az esélyét, hogy megsérülhet, maradandó egészségkárosodást okozhatsz, irány az iskolapad, tanulja, és az mellett sportolja. És a legtehetségesebbek persze tanulás mellett kinevik magukat, és élsportolók lesznek, és az a rövid pályafutások során remélem, és megint visszakanyodok a pénzre, eljutnak 10-15 év alatt olyan anyagi egzisztenciális helyzetbe, hogy ez némileg kárpótolja az egészség csökkenésüket. De még egyszer azt kell, hogy mondjam, saját magamon tapasztalva, pedig én korán sem voltam olyan neves és olyan eredményes sportoló, mint a Mizu hölgyei. Több térd és ahilleszi műtéten túl vagyok, tehát tételesen tudom cáfolni, hogy ez az egészségről szólna az élsport. Az Ákoshoz csatlakozom, mindenképpen a férfi kézilabdában is működik az utánpótlás nevelés, hiszen a mi csapatunknak a koncepciója egyértelműen az, hogy a hazai fiatalokra építsünk. Eddig is az elmúlt években is kiváló gárdák játszottak nálunk, hiszen a csapat nagy része a hazai fiatalokból kerül ki, gondolok itt az NBA-ben is sztárjátékosnak számító Szente Gábor pécsi nevelés, de a fiatalabbak közül Kadzsér Dávid, aki a junior válogatottnak a tagja most, a Lévai Tamás, Szögi Balázs, ezek a fiatal emberek mind a pécsi utánpótlásból kerültek ki. A mi szakosztályunk ebben a pillanatban is működtet 5 utánpótlás csapatot, mert egy részt kötelező is a sportágban, a másik pedig, hogy van rá igény is, hiszen a társiból folyamatosan kerülnek ki a fiatal kézilabdajátékosok, ahol már a szupermini korosztálytól kezdve folyamatosan versenyeztetik őket szervezett keretek között, amit a Baranyi Megyei Kézilabda Szövetség a Buzánszky Béla bácsi irányításával szervez kiváló szinten. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdésfeltevés, hogy az e-sport csak arról szól, hogy itt vásároljuk a játékosokat jobbra-balra, a mi esetünkben nem igazán helytálló. Azt viszont el kell ismerni, hogy az a csapat, aki magasabb célokra tör, az a csapat, aki többet akar, és aki a nemzetközi szinten is meg akarja állni a helyét, az rá van kényszerítve arra, hogy a meglévő hiányposztokra sztárjátékosokat igazoljon. Hiszen az ő képességeik, a tudásuk lehet az alapja annak, hogy a csapat elérje a kitűzött célt. Tehát azt úgy nem lehet csinálni, hogy elkezdjük a szuperminitől, és akkor folyamatosan
onnan próbálunk meg mindig a hazai bázisra támaszkodni, hiszen a szponzoroknak a türelme se végtelen, és nem tudják kivárni, és teljesen jogos is az igényük, hiszen ha most pénzt fektetnek a csapatba, akkor most rögtön várják az eredményeket. Tehát nincs arra idő, hogy úgy, ahogy a régi világban a Pálfai Bandi bácsi a Pécsbánya telepi iskolába összette a Sudár Feriéknek a garnitúráját, és egy kiváló N1-es csapatot nevelt föl, olyan sztárral, mint például a Sudár Feri, aki fémélezte ezt a klubot, erre most nincs idő. Mondom, még egyszer megismétlem, a mi koncepciónk egyértelműen az, hogy a fiatal embereket, a hazai fiatal embereket próbáljuk meg NB1-es szintre nevelni, és ott NB1-es szinten foglalkoztatni, de azt be kell látni, hogy ha magasabb célokra törünk, akkor mindenképpen szükség van arra, hogy a csapat vásároljon játékosokat, és hát ez pénzbe kerül. Ez a kérdés, ez csak egy példát szeretnék mondani, illetve tényt. Az utolsó 4-5 mérkőzésünkön a labdarúgó csapatnak a 11 játékosból 7 saját nevelési játékos futott ki a pályára, és ezek voltak azok a mérkőzések, amiken az eredmények születtek, tehát amikor a győzelmek, és hát az utolsó egy döntetlen, de egy rendkívül jó színvonalas mérkőzésen elért egy jó Tatabány ellen egy döntetlen. Tehát ezeken a mérkőzéseken 7 saját nevelési játékos, fiatal játékos lépett a pályára, és a nemzeti sport értékelése szerint a utolsó két hazai mérkőzésen a mérkőzés legjobbja az egyiken a Fónai Balázs volt, szintén hazai pécsi nevelés, a másikon pedig a Kutas Gábor, szintén pécsi nevelés. Mind a ketten gólt szereztek, és mind a ketten 20-21 éves játékosok. Tehát én úgy gondolom, hogy azért itt van utánpótlás nevelés, és lesz a következő években is. Szeretnék még itt a Móczán Zoltánnak válaszolni, közben Nagy Zoli átdobta nekem a labdát, és ez a kérdés itt elsikkadt, hogy hogy épülnek föl az első osztályi csapatoknak az utánpótlás szerkezete. Az MKS kötelezi a csapatokat, kötelezi ifjúsági, kadett, serdülő és mini, valamint gyermekkorosztályban kötelezi csapatokat indít. Tehát ez nem elég befizetni a nevezési díjat, elő kell állítani csapatokat is. Tehát és itt ott mind a edzőt kell alkalmazni, ez körülbelül a PVSK esetében 100-120 játékost jelent, és ezen kívül még megvannak nekünk itt Pécs városában bázisiskoláink a társunk kívül, amit az alapítvány finanszíroz, 4 ilyen iskola van a városban, tehát ez még egy újabb 60-80 ember, úgyhogy körülbelül 200 gyerekről tudok, akik azon dolgoznak az edzők vezetésével, hogy valamikor a mostani sikeres női csapat nyomdokaiba léphessen. A labdarúgásnál is megvan ez a folyamat, sőt ez annyival bővült, hogy a régebb időkben 12 éves korttól foglalkoztott csak a PMFC utánpótlása a labdarúgókkal. Most ezt a folyamatot a Góliát labdarúgóival együtt kiegészítettük, tehát 6 éves korttól általános iskola első osztályától kezdve foglalkoznak gyerekekkel. Ez nálunk is jelent így összességében a legkisebb gyerekektől a 18 éves korosztályig, mert az a Wifi A csapata az a 18 éves korosztály, ami a legmagasabb, utána már a felnőtt csapathoz vagy a junior csapathoz tartoznak a legmagasabb osztályban a gyerekek, vagy akkor már felnőtt fiatal emberek, ez jelent 200-300 embert. A városban az a jellegzetesség megvan, hogy minden iskola a sport oldalán a társiból tud kiindulni, tehát nálunk is a társiból van a labdarúgás alapjainak a szervezése általános iskolai szinten, ahogy a kosárlabdában, kézilabdában mi nálunk is ez innen indul, de van még 2-3 másik iskola, ahonnan az utánpótláskorú gyerekeket a labdarúgó utánpótlás csapatokba átirányítják. Most volt nálunk szervezve utánpótlás toborzó, jövő héten megint lesz egy, tehát mindenki törekszik arra, hogy utánpótláskorú gyerekekkel foglalkozzon, és a pénzre visszatérve ez a legolcsóbb megoldás. Tehát ezért tudjuk szerintem mindannyian, akik itt ülünk, megoldani a költségvetésünket olyan szinten, amilyen szinten megoldjuk, mert mindig olcsóbb egy hazai játékost kinevelni, és mikor kinevelődött megfelelő szinten és képességen tartott játékos, mindig olcsóban jön ki, mint hogyha ide kell igazolni bárhonnan bárkit. Egyrészt nagyobb eredményeket lehet vele talán úgymond elérni hosszabb távon, a rövidebb sikerekhez lehet, hogy kell egy-két sztárjátékos, de
hosszú távú befektetés az mindig a saját utánpótlás. Később minőséget alkotni. Ahogy az előbb mondtam, 2 éve folyamatosan fejlesztjük ezt a bázist. Tehát a 6 éves kortól foglalkoznak nálunk gyerekekkel. Mindenképpen, és itt vissza lehet kanyarodni az előző kérdéssel, pénz kérdése minden a mai világban, sajnos. Ezt kell, hogy mondjam, mert egy utánpótlás edzőnek se lehet már délután 2-től 4-ig csak elugrani edzésre, mert azért szakmailag kell fejlődni neki, feltételrendszert kell biztosítani. Annyit tudok ehhez kapcsolódóan még elmondani, hogy a keddi sportbizottság ülés ott volt kint nálunk a PMFC pályán. Szóba került a sportkollégium például, amit a sportbizottság erőteljesen favorizál. Szeretné meg létrehozni ezt a sportkollégiumot, ami nem csak a labdarúgásra, de a kosárlabdára vagy a kézilabdára is nagyon jó hatással lenne. Ez a kollégium azt jelenteni, hogy 60-80 általános iskolás és középiskolás korú gyereket be tudnának iskolázni itt Pécsen, a megyéből, vagy netalán egy kicsit a nagyobb régióból, ami azt jelenti, hogy itt koncentrálódna ezeknek a ügyesebb, tehetségesebb gyerekeknek a száma. Ez a sportkollégium megint csak pénzbe kerül. Van rá létesítmény, azt hiszem a Hajnóci úti valamelyik volt ilyen épületnek a tetején, erre van is hely, de be kéne fejezni, kellene rá csak most, ha jól emlékszem, 60 millió forintot említettek. És akkor utána lenne ugye Kovács-telepen egy pálya, ahol focizni tudnának a gyerekek, ott kellene kialakítani füves pályát még, mert van egy centerpálya, ami van villanyvilágítás, tavaly megoldódott, de a centerpálya sajnos lassabban úgy néz ki, mint egy csata utáni terület, mert annyi mérkőzés van rajta, annyi edzést tartanak rajta. A salakos pályát, a Sörgyának a salakos pályát használjuk, amit valahogy meg kellene szerezni. Tehát használatra odaadták, de a létesítményt tavaly fel lett újítva 8 millió forintért vagy 10 millió forintért, ami előtte mostoha körülményeket biztosított, most egy kultúrát normál elfogadható körülmény van a gyerekek számára. Mind-mind pénz. Tavaly nem kapott az utánpótlás az ISM-től pályázat alapján pénzt arra, hogy csak egy füves területet kialakítson ott még kint, ahol legalább az edzéseket meg lehet szervezni. Tehát azért mondom, hogy eltartani egy csapatot, ami sikereket ér el,
fenntartani egy utánpótlást, amiből későbbiekben olcsó pénzért tudunk sikeres csapatokat fenntartani, ez mind egy folyamat, és ennek mind az alapja a pénz körül forog sajnos a mai világban. Amíg az edzők a szabad idejük és a zseppénzük rovására csinálják, addig nagy követelményt nem lehet tenni. Ha változik a futballba, és most én erről tudok csak szót ejteni, ha változik valami ezen a téren a futballba, akkor nálunk is fog változni, és ezt az alkalmat én úgy érzem, hogy azért most már egy kicsit így a távolatokból igenis pozitívan lehet kezelni, hogy mi bejutattuk magunkat a legmagasabb osztályba, mert lehet, hogy nem lett volna most lehetőségünk ehhez a másodosztályból fellépni, de minden esetre ott állunk annak az ajtónak a küszöbén, amikor talán elmondhatjuk azt, hogy megtörténik a labdarúgásban a rendszerváltás, megtörténik a gazdasági átszervezés, és ebből adódóan talán az állam, amit visszajuttat a futballba, meg amit a futball maga megkeres pénzt, vissza lehet juttatni az utánpótlásra is. Én annyit szeretnék hozzátenni a női kosárlabda oldaláról, hogy az imént is jeleztem, ugye 4 bázisiskolával már mi kiszélesítettük az eddigi rendszert, hisz éveken keresztül a társiból kerültek ki csak a gyerekek. Most minél inkább azon vagyunk, hogy ez a 4-es szám növekedjen, és Pécs város területén minél több olyan iskolát találjunk, ahol a testnevelők egyéni ambíciói egybe csengenek a mi törekvéseinkkel, és azt gondolom, hogy a mennyiséget így tudjuk egyrészt fenntartani. A másik, amit el kell mondanom, az kétségtelen, hogy a felnőtt női csapat 10-es keretébe Keller Anna Mária kivételével saját nevelési pécsi játékos nincs, de azt is hozzá kell tennem, hogy rengeteg pécsi játékos kosárlabdázik ilyen vagy olyan okok miatt más NB1-es csapatban. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a PVSK ilyen szinten betölti a nevelését. Az más kérdés, hogy ezek a játékosok az adott pillanatban nem érik el ezt a szintet, de más klubokban meghatározó emberek lehetnek. Az edzői kérdésre visszatérve azt kell mondjam, hogy nagyon jól állunk az utánpótlás terén, legalábbis minőségben, hisz az utánpótlásunk koordinátora Varga Ferenc, aki éveken keresztül itt a PVSK-val sikereket ért el. Ő mesteredző, és több utánpótlás edzünk. Most a napokban épp a TF szakedzői szakán vizsgázik, úgyhogy a legmagasabb szakmai szint elérésén fáradoznak, ami ebben a pillanatban Magyarországon elérhető. Azt gondolom, hogy megint a pénzről van szó, hogy a feltételeket hogy tudjuk tágítani. Ilyen kísérleteink vannak például, hogy a társiban tavaly óta működik egy sportosztály, be vannak iskolázva kosárlabdázó lányok, fiúk, és ezt szeretnénk idei évben is tovább folytatni, tehát most egy újabb első évfolyam indulna, és a leendő elsősök már másodikosok, és ezt szeretnénk a végre társunk keresztül a gimnázium végéig, úgyhogy szerintem megindult itt valami. Kétségtelen, hogy egyelőre a pécsi női kosárlabda olyan szempontból nem profitált, hogy az ifi játékosok özön lennének a felnőtt csapatba, és vennék át Vütitje Jolanta szerepét, de remélem, hogy előbb-utóbb ez az állapot is bekövetkezik. Már az előbb is beszéltünk az utánpótlásról a férfi kézlabdával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy kiszélesítsük a kézlabdának az utánpótlás bázisát, minden feltétel adott, hiszen egyáltalán nem gondolom azt, bár úgy tűnik, hogy védem a mundér becsületét, hogy ez a lemorzsolódás, amit említeni tetszett, ez azért történik, mert az edzők rosszul dolgoznának. Hiszen úgy gondolom, hogy itt az említett dolgok, itt sérülések, bokat érd, és mi ez a minimális a lemosolódás szempontjából. Sokkal több probléma van azzal, hogy a játékosok nem érik el azt a tehetségi szintet, ami miatt az NB1-be kerülhetnének. Ezzel együtt a férfi kézilabdában nagyon-nagyon sok játékos, hazai játékos játszik az NB1-ben, és mivel olyan szerencsés sportág vagyunk, hogy itt a megyében van a legtöbb NB1-B-s csapat az országban, tehát a pécsi utánpótlásból kikerülő játékosok megfelelő szinten játszhatnak utána is, hiszen Szigetváron, Siklóson, Harkányban, Komlón millió egy csapat található, ami a többi megyében nem fordulhat elő. Most itt az utánpótlással kapcsolatban
A mi csapatunknak van egy serdülő csapata, amelyik most mindenki meglepetésére az országban a legjobb négy közé került, és ott parádésan szerepelt, és a legjobb csapatoktól, gondolok itt a Fotex összevásárolt ifi csapatától, és a Dunafer szintén összevásárolt ifi csapatától is csak egy gólos vereséget szenvedett az országos döntőben. Azért emeltem ki ezt az összevásárolt szót, mert sajnos odáig jutottunk, hogy már a sztár csapatok, gondolok itt a Fotexre és a Dunaferre, már ifi és erdőlő korban is vásárolják a játékosokat az ország minden pontjáról, és úgy gondolom, hogy ezzel lefejezik a sportágat. Nem egy nagy probléma. Ezzel szemben itt nálunk egy nagyon komoly utánpótlás nevelő munka folyik, és a csapatok folyamatosan lépnek előre. És ebből alakul ki az, hogy ezzel a szerény költségvetéssel is a csapat megállja a helyét az NB1-ben. Hiszen úgy, ahogy a Pázmány Zsolt barátom mondta, ez a legolcsóbb megoldás. Ez a legolcsóbb megoldás, a másik, hogy ezek a játékosok a legmotiváltabbak, hiszen a hazai közönség előtt játszanak, a barátaik előtt, a szülők előtt, és ezért nagyon-nagyon sokat tesznek értünk. És úgy gondolom, hogy a férfi kézilabdában biztos lehetne szélesíteni a bázist, de ugyanúgy, ahogy az anyagi bázis is eléggé határolt itt a városban, ugyanúgy a gyerekanyag is eléggé határolt, hiszen a kosárlabda nagyon nagy vonzóerőt jelent, mind a férfi, mind a női. A foci az teljesen természetes, és ezen kívül egy millió kis szakosztály működik, gondolok itt a ritmikus sportgimnasztikától az akrobatikus kötélugrásig minden, ami nagyon szórakoztató, és nagyon, nagyon jó, természetesen a kézilabda is nagyon szórakoztató. Védenem kell a kis csapatomat és a kis sportágomat. Szóval úgy gondolom, hogy ha nincs is minden rendben, de azért folynak kísérletek. Itt, hogy azt tetszett mondani, hogy milyen kísérleteket teszünk arra, hogy az utánpótlás edzőket megfizessük. Én úgy gondolom, hogy állami segítség nélkül ez nem fog menni. Tehát nem tudunk annyi pénzt összeszedni, hogy a... Hogy? Hát én azt hiszem, nem ez a fórum, aki tudna erre válaszolni. Ahogy az Ákos mondja, hát a Dajs Tamás urat kellene megkérdezni. Hát még a mondásnak tartunk egyelőre. Higgye el, hogy ha lenne rá lehetőség, akkor szétosztanánk mindenki között a pénzt, hogy a testnevelők foglalkozzanak a kézilabdával, foglalkozzanak a kosárlabdával, a focival, és tényleg ne az legyen, amit ön tetszett mondani, hogy feláldozza a szabadidejét, a zseppénzét, a családi életét, mindenét, és nincsen látszatja. Én is ezt szerettem volna folytatni, amit az elvekről hallottunk, de például egy német rendszer úgy épül fel, és így csatlakoznék ahhoz, hogy milyen hihetetlen jelentősége van a kvalifikált utánpótlás edzőknek. Kint ez úgy működik, hogy kerületenként van egy kerületi edző, akinek a megfelelő licenszel tulajdonképpen koordinálnia kell, és dolgoznia kell a jelenlévő összes tehetséggel, mindegy, hogy melyik egyesületben játszik. E fölött dolgozik egy tartományi edző, akinek magasabb a licensze, mint az imént említett kerületi edzőnek, aki szintén koordinálja a már összes kerület tehetségének a fejlődését, és tulajdonképpen az edzéseit. De ezeket az edzőket, és itt a Feri már említette, a helyi és az országos szövetségek fizetik. És ezek olyan komoly pénzek, hogy komoly megélhetési forrás, és egy komoly kihívás szakmailag. Egyrészt egyébként itt a kosárlabdában van arra kezdeményezés, hogy a megyéket 9 régióra osztják, és valami hasonló struktúrát bevezessenek, tehát a koordinációt tekintve. De nem hiszem, hogy a közeljövőben erre megfelelő anyagi bázis sikerülne találni. Itt talán a hosszú távú elképzeléseket, ha az utánpótlásra szeretne valaki építeni, akár nemzetközi szinten is. A müncheni olimpia után találták ki a németek, hogy ebben a látványsportban van lehetőség. Akkor kezdték el ezt a struktúrát felépíteni, megszervezni és végrehajtani. 83-ban ennek, mondhatom, csúcspontjaként rendeztek egy Európa-bajnokságot, és 92-ben már kikerültek az olimpiára, ami egy férfi kosárlabda csapatnak egy óriási siker.
és 93-ban megnyerték az Európa-bajnokságot. Tehát 72-től 93-ig, ez pont 21 év, viszont állandó utánpótlásbázissal és nemzetközi szinten is fémjelzett kosárlabda sporttal rendelkeznek, természetesen a megfelelő gazdasági háttérrel, tehát megint ide lyukadunk ki. Én megköszönöm vendégeinek, hogy elfogadták a meghívást, közönségünknek, hogy részt vettek a fórumunkon, és elbúcsúznék a tévénézőktől abban a reményben, hogy a következő adásunkat is figyelemmel kísérik majd.